A házigazda atomerőmű ese öreg fiúk labdarúgó csapata mellett a Madocsa, a Tolna és a Szekszár mérkőzött egymással az immár negyedik alkalommal meghirdetett belgrádi kupáért. Az eseményt az ASES szabadidő szakosztálya szervezte. Maga a dolog, hogy most játszunk egyet, nyilván az azt akarja, hogy vigyázzunk egymás óvatosan, de hát az eredmény az itt nagyon fontos dolog lesz, ezt tudja mindenki. Nyilván egymás testi épségére próbálunk azért vigyázni, de amíg szuflával bírja az ember, gondolom, addig itt mindenki nagyon sok fog futni, illetve hát az eredményességre is nagy szerepet, vagy hangsúlyt fektet. A körmérkőzéses rendszerű tornán először az ASE öregfiú, Madocsa összecsapást rendezték, majd a Tolna is bemutatkozott a Szekszárd ellen. A felek kétszer 15 percig küzdöttek egymással nyújtott kapura. Mi abból a fajtából vagyunk még mindig, én azt hiszem, akik a bárhol szerepelünk, ugye én, ha beállok a srácaim közé játszani, akkor is ugye győzni. Úgyhogy ma is ez van, azért szeretnénk győzni, de én azt gondolom, hogy most azért ugye az elmúlt évekhez képest talán erősebb csapatok jöttek, a Szekszár Tolna is egy masszív társaságként jötte. Ráadásul nem beszélve tavaly a Madocsa megfirkált bennünket, úgyhogy nem mehetünk mi sem biztosra. Még egyszer mondom, legyen ugye mindenkinek egy kicsit ilyen kellemes délutánja, legyen jó játék. Aztán az eredményt mondhatjuk azt, hogy hát másodlagos, de mégsem. Tavaly is már részt vett a csapat a Beigli kupán, akkor a tolnai öregfiúk csapat vett részt. Az idejében egy kicsit megerősítettük a csapatot, mert tavaly, jól emlékszem, negyedik helyen végzett a csapat, vagy ötödik helyen végzett a csapat, és úgy gondoltuk, hogy az idejében egy kicsit megerősítjük. A karácsonyi időszakban a rendkívül magas színvonalú, sportszerű futballünnepen végül veretlenül a Szekszár diadalmaskodott. Második a házigazda ASE, harmadik a Madocsa, még negyedik a Tolna lett. Így a kiírás értelmében utóbbi gárda a Vigasz díjjal, vagyis a Beiglivel is gazdagodott.